Mindjárt megdöglök. Mi az, hogy nincs itt egy kurva első segélycsomag, vagy bármi? Ott van egy pulton. Bazd meg! Én szerettem ezt a hajós küldetést, mert itt legalább jól ment a játék. Utálom. Ki se dugják a fejüket. Meghaltak. Egyet se tudtam el oda dobni, ahova szerettem volna, mert túl nagyot dob mindig. Mert ez egy gyökér. Helyes. Mi szerettem az kis szűk helyeken próbálni célozni. Mi szétkapnak egy másodperc alatt. Tök jó ez a kórházi felszerelés, mert nem tudják eldönteni, hogy miért vagyok véres. És nem tudják megmondani, hiszen akár műthettem is, vagy ilyesmi. Így van, maszkban, sí maszkban. Aha. Nem tudod inkább, mint ez a kendő. Persze. Vagy mi az? Hogy hívják azt? Arckendő, vagy... Azt a... Amit a gengszterek kötnek maguk elé, vagy amit az orvosok? Amit az orvosok köt... Mi az? Ez sima maszk az is, nem? Hmm. Orvosi maszk, vagy valami ilyesmi? Kórházi maszk, vagy valami hasonló.
Tehát ez buziknak való. Menők azok simaszban csinálják. Így van. Ami igazából nem takarja el a szájukat, de... De legalább menő. A menők be tudják zárni a szájukat. Meg az orrukat. Ja, csak akarni kell. Így van. És ha nem megy, akkor nem akarod eléggé. Imádom, akkor jönnek újak. Bazd meg! Imádom az ilyet. Ah, de jót dobtam. Hogy elrepült. Hagyj már át a másikra. Elég béna vagy. Hol? Imádom ezeket az újakat. Ezek új cuccokat nem ad? Nem hát. Na, oszd be. Új ellenfelek jönnek bőven, de be az egészét adni. Még több páncélt, felejtsd el. Ami halmozottan kellemes, amikor elsőre elbaszod és másodjára csinálod. Ó, újra termelődött a HP cucc. A páncélod biztos nem jött vissza? Csak rossz helyen néztem volna meg. Nem termelődött vissza. Csak a HP. Fűk. HP az pont nem kell még. Csak páncél jönne jól egy kicsit. Na most már HP is kell. Köszönöm, mert egy annyira lehetetlen helyen volt az a gyökér. Imádom az ilyet. Mészol, ha befordulsz egy sarkon és ledarálnak 3,5 centire. Uh-huh. Miért? Mert baszd meg azért. Kötyök kemperek. Búfeg jetszik. Hol kell lemenni? Nem itt. Nem tudom. Nem itt, nem a másikon. Lehetőleg távolabb. Megint kilő.
Ott van. Az érdekesen nézett ki. Továbbra is fennáll a kérdés, hol a faszomba kell lemenni oda? We don't know. De arra emlékszik, itt én is rohangáltam, vagy 10 percet. Valami szar kinyílt, azt láttam ezek közül, de hát melyik? Hát az oda jó, oké. Mindig zárva van. Ja, megvan ez az. Ezt hogy menjek le? Nagyszerű. De már jelleg. Change everyone. Look at you. You arrived in this country a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Заткни этого балтийского хуя! Ez annyira fair, tényleg. Hátba lőnek, bazd meg shotgunnal. Yes, you. D-bag. Kurva nyelet. Kurva nyelet. Nem lehet ezért fölvenni a hulláját és azzal agyon verni másokat? Nem tudom. Vagy füzé. Ez megövezett volna nyugodtan. Hát, az már nem igen. Hát csak hogyha mondjuk fegyver van nála is rendben van. Hát, ugye akkor mondjuk talán.
Hát csak nem fog senki se rám támadni. Hát ezért szerintem kapja elő valamit. Van nálam. Ja, akkor jó. Leugrok és meghalok. Igen, és így végigmész egy fél hajón, megölsz egy fél országot, kivégzett Dimitrit, aztán a végén megcsúszol a lépcsőn, legurulsz, szétlocsantod a fejedre kiketében. Vagy így beglitchelek, felrepülök és úgy halok meg. Igen. Az még sokkal szebb ending lett volna. Szétbaszod a fejed a kikötőnek. Krisnek köszönhetően elbaszom. Igen. A kikötőnek a betonán. És game over. I killed Dimitri. It's over. He was on the platypus. The boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. Csába öltönyt kell. Melegítővel? Nem mindig. Mindeket. Húgyaszok. Képzeld, rendőrök. Oh. Jó. Jó munkát. Mindjárt jövök. Oké. Na, akkor fel kell venni az öltönyt, és csak utána lehet menni szerintem az esküvőre. Hey, Phil, I understand why you made the decision you did. For what it's worth, I didn't trust that Dimitri neither. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk no more. Jimmy's falling apart, the Pecorino's ain't nothing no more. I'm out, man. Bye. Tehát 10-kor lesz az esküvő. Jöttem. Oké. Reggel 10-kor esküvő. Nice. Úgyhogy megyek a Exploit Boy House-ba. Ölmentem. Sőt, páncél. Páncélért beugrok ide, ha már itt járok. Kicsit át kéne öltözni. Igen, valóban. Lehet nem ártana. Maszkban mész? Mhm. Uh-huh. Sőt, szemekben is, és maszkban. És a rózsaszín nyakkendős öltönyömben. Exotikus. Akár csak én, hiszen Szerbia. Lenni szerb bűnöző. Pino.
Figyelted? Mit nem láttam? Elkezdett tolatni, ugye beszálltam az autójába, elkezdett tolatni, és pont annál a pontnál raktam őt ki a kocsiból, amikor ott álltam, vagyis amikor ott voltunk a felborult autó mellett, így nem lehetett kinyitni a baloldali ajtót, és így kiteleportált a kocsiból. Na, szokásuk. Vannak ilyen furcsaságok. Olykor. Hát, ha megmarad a kocsim. Az szép volt, Nikó. Nikó, what? Egyre szebb dolgokat művel ez az ember. És egyre szebben néz ki? Felveszem az öltönyt és csak utána alszok. Mert öltönyben akarok aludni. Mert a menők öltönyben alszanak mindig. Sőt, van külön alvós öltönyük. Igen. Amikor éjszaka benyit hozzájuk valaki, akkor is jól nézzenek ki. Igen. Itt van ez egy ilyen easter egg ebben a házban, de csak ebben meg lehet találni ezt a ruhát. Ezt az öltözéket, fekete cseki, zöld nadrág, kék cipő, ez a Claude Speednek a ruhája GTA 3-ból. Honnan volt olyan ismerős? És miért mentünk fel a sapkákra, bazd meg? Na, ezt már szeretem. A cipőt kell variálni. Öltönnyel fehér edzőcipő? Gyönyörűen nézett ki. Minket meg lehet ezt csinálni, hogy öltöny, meg valami hülye cipő. Ja, csak nem fogadja el szerintem az esküvőre. Tudom. Úgyhogy... Mondjuk San Andreasban is meg lehet szerintem. Mondjuk San Andreasban ezt tényleg tetszett, hogy ennyire szabadon lehetett öltözködni, meg ilyesmiket csinálni, akár gyúrni. Ja, az menő volt. Még egy gyúros téma az annyira nem... Bár... Hát az se volt valami egyszer mondjuk, az tény, de... Nem. Az öltözködés az jó volt. Jó sok ruha is volt. Csak az a baj, hogy nem elég csúnyán nézett ki, tehát... Mondjuk egy GTA 4-ben jobb lenne akkor a szabadság az öltözködés tekintetében, de mindegy. Igen. He's fine. You better be better than fine, cousin. Get to the church for 10 a.m. and remember to wear some nice clothes. I want you looking good. Hey. Eltűnt a maszkom. Szóval se tűnt. Hát nekem is csak az ajtóba tűnt fel, hogy rohannam szét, hogy megint eltűnt kurva életbe. Hívott Román, hogy 10 AM-re menjek a templomba. Number 16 bus shelter belik. Itt van, ez az. Milyen templomba, hol? Ó, még várni kell. Még csak 6 óra van. Gyere 10-re a templomba, és te már ott vagy 6-ra, mert ilyen menő vagy. Hol a templom? Amúgy, nem. Én nekem azért mondjuk, hogy valahol itt van az északi részében ennek a szigetnek, de nem vagyok benne biztos. Fogalmam sincs. Nem jelzik ki. Mindegy, akkor várunk egy kicsit.
Ilyenkorra már nem is maradhat egy küldetésünk, ugye? Itt minden küldetés meg kell csinálni. Szerintem meg. Jacobnak a küldetései elfogynak? Amiket úgy adogat, vagy az mindig van? Azt nem tudom. Anyukádat meghúztam a kocsidat. Mennyi idő telik el, amikor lefestem a kocsit? Nem tudod megnézni gyorsan? Várjál. Mert ha mondjuk 2 óra, akkor pont jó lenne, de most már mindegy. Szerintem már 8-kor ki is fogja jelezni, hogy hova kell menni. Hogy állítottam meg? Hey, Kay! I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Meghúztam a kocsit. If you can take me there, I'll be at my mom's. See you soon. Meghúztam a kocsit. Miért? Mert a kurva anyjukat a kicsi köcsök faszoknak. Amikor pont hívtam Kate-et. És mennem kell 2-ért is, bazd meg, és csak utána mehetek a templomba, és nem fog ma odaérni, és se bazd meg. Mert egy másik szigeten van, kurva életben. És igyekezhetek. Hát de kurva jó vagy, bazd meg. Itt egy másik... Ah, most már mindegy. Túl nagy időveszteség lenne azt elvinni. Na ne! Mi? Oh, de jó, az. Megint azon a szar fizetős hídon kell mennem. Talán ezt a kurva időt. Faszért kell itt fizetni. Nem tudom, az egy tényleg egy szar ötlet. Mármint, hogy egy jó ötlet, csak... Elég zavarom. Csak nem én kapom a pénzt, amit ott fizetnek, ezért rossz. Kéne, hogy megveszed a... Ja, azt a kis az egész... fülkét megveszem. Igen. Most se jöttek? Ez egy jó taktika. Tiktaka. Hát, hogy miket találok én? Hihetetlen fasz meg. $5 meg tudok ezzel spórolni. Ebből kijön 5 hamburger, bazd meg. Hát. Abból 5-ször visszatöltöd a fogyatékosságon. Elég drágának tartom ezt a... elég soknak tartom ezt az $5 így kibaszott híd használatért. Még... Hát. Fél óránk van odaérni, bazd meg. Kurva nem fogunk így odaérni, főleg, hogy a második szigeten van, azt hiszem az egész. Tehát késni fogok az esküvőről, Kate miatt. Én nem számítottam arra, hogy őt is fel kell, hogy szedjem. Igyekezz már, szállj már be. Igyekezz már, szállj már be. Igyekezz már, szállj már be.